Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. A március 15-i ünnepünkön, melyel az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékének tisztelünk. A hazájukat szerető népek halhatatlanok. Élni fognak azok, midőn már nem léteznek is, és példáikon utókorok lelkesülnek. Ezzel a gondolattal indítom útjára mai ünnepi megemlékezésünket. Hallgassuk meg közösen a hímet. Feltehetjük a kérdést, mit is ünnepelünk minden év március 15-én. Gondolhatnánk egyszerű a válasz, március 15-én az 1848-as forradalom kitörését ünnepeljük. Kicsit alaposabban átgondoljuk, akkor mondhatjuk, hogy a szabadságért, önállóságért, nemzeti függetlenségért vívott harc kezdetét ünnepeljük. Tovább elemezzük, adódik a kérdés, van-e kapcsolat 1848 és 2022 között? Vajon mit üzen nekünk 1848. március 15-e? Van-e aktuális üzenet a napjainkra? És vajon mit üzen nekünk a vers idézet? Talpra magyar, íj a haza, itt az idő most, vagy soha? Üzenheti azt, hogy talpra magyar, a szomszédban háború van. Most kell a segítség, mindenki tegye meg a legtöbbet, mit megtehet ebben a nehéz időszakban. És meg is tesszük. Mindenki, ami erejéből telik, lehetőségéből fakad, köszönet érte, és töltsön el mindenkit büszkeséggel, hogy ott vagyunk és segítünk. Vagy üzeni, hogy bár a vírus visszaszorult, még van dolgunk. Van dolgunk bőven, még vigyáznunk kell családunkra, egymásra és magunkra. Vagy üzenheti azt is, hogy talpra magyar, választás lesz. Gondold meg, hova húzod az X-et, melynek az eredménye lehet a teljes beolvadás, feloldódás.
vagy a fentebb említett önállóság, nemzeti függetlenség megtartása. 1848-ban ezért a függetlenségért tízezrek haltak meg, köztük a 13 aradi vértanú. Tisztelet a hősöknek. Mert ahogy a himnuszban is benne van, az nem lehet, hogy annyi szív hiába vont a vért, és keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erős, oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súlya alatt. Az elmúlt 1100 év történelmére, ha visszagondolunk, hányszor próbálták leigázni, megsemmisíteni a nemzetet. Tatár, török, Habsburg, szovjet, román, mind-mind próbálkozott, hogy eltöröljenek bennünk. De a magyarság az egy túlélő nemzet. Mert élünk, itt vagyunk, és itt is leszünk. Isten segítségével még minimum 1100 évig. Vagy jelentheti azt, hogy talpra magyar, veszélyben a vallásunk, templomaink, gyermekeink. Veszélyben az évezredes meggyőződésünk, hogy a nő az nő, a férfi az férfi. De bármikor is hangzott el a talpra magyar, hi a haza, a magyarság mindig talpra ugrott. És harcolt. Harcolt, ha kellett fegyverrel, ha kellett szóval, és ha kellett tollal. És ma is mindenkinek meg kell harcolnia a saját harcát. Ki az egészségéért, ki a politikai meggyőződéséért, ki a nemzetért, ki a vallásáért, vagy épp a családjáért. De ez a harc tesz bennünk túlélővé. Ez tartott életbe bennünket évszázadokon keresztül. És kérem a jó Istent a nemzeti ünnepünkön, vigyázzon mindnyájunkra, az országunkra, és adjon erőt a nehézségek legyőzéséhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
mámorosan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölrásztad a szunnyadó erőket, mely új remények ibolyáját fontad. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Minden népnek vannak ünnepei, minden ünnepnek vannak virágai, fényei, a tisztelet virágai, az emlékezés fényei, és vannak hangjai. A legszebbek a szabadság hangjai. Olyan férfiak és nők hangjai, kik nem féltek kimondani az egyenlőség, szabadság, testvériség jelszavát. Fiatal férfiak és nők hangja, a magyar forradalom hangja. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsenek. Közös teherviselés. Urbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék képviselt egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjét meg az alkotmányra, a magyar katonákat nem vigyék el külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Március 15-ednek a szabadságot jelenti.
Szabadság olyan, mint a napfény. A szabadság olyan, mint a szellő, egy mosoly, egy simogatás. A szabadság azt jelenti, hogy mások szemében nézhetek. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon nevethetek és sírhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon szerethetek. Nekem az ünnep a hazámat jelenti. Mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem érettel. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, mitől még nélkülöztünk tégedet. Ó, szabadságunk, édes, kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar. Kárpátalján élő magyarok a történelemben mindig mostoha gyerekek voltak, sokat kellett nélkülözniük, de mindig kiálltak az értékeik mellett, a méltánytalanságot meg el kellett tűrni. Hát azt gondolom, hogy ez a pohász, ami egy ottani kárpátaljai kedves mondhatni baráttól származik, barát megosztása volt itt a Facebookon, és szeretném ezt megosztani mindenkivel, hogy Somogyi Zsolt pohász című verse. Szeretném, ha mindannyian imádkoznak a sorsuk jobbra fordulásáért. Mindenkiért, hiszen ők a honfitársaink. Somogyi Zsolt, pohász. Felnézek az égre minden áldott teste. Keresem az Istent, mert beszédünk lenne. Nehéz szívvel várok csöndben a soromra. Tudom, odafönt is rengeteg a dolga, és csak halkan mondom az ég csillagának. Szólhatná egy jó szót az Úr angyalának, hogy a jó Istennek súgja oda csendben. Uram, a világgal valami nincs rendben. Hallgassa meg imám, más kérésem nincsen. Segítsen mi rajtunk, hiszen ő az Isten. Ember az embernek farkasa lett régen. Gyűlölet vert anyát sok ember szívében. Rengeteg a földön a honytalan, az árva. Uram, ez a világ saját sírjátása. Túl sok már a fájó húskönny a szemekben. Uram, a világgal nincs valami rendben. Anya a gyermekét sorsára hagyja. Pénzért az ember még a lelkét is odaadja. Háború zajában ártatlanok halnak. Jól tudom, Uram, de nem így akartam. Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk. Bocsásd meg, úgy kérlek, minden gonoszságunk. Könyörögbe száll fel, fohászom az élet. Uram,
világnak te nélküled vége. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Műsorunk zárásaként hallgassuk meg a szószabát. Thank you.